számomra is egy kicsit megdöbbentő volt rájönni, hogy itt beszélek arról, hogy én milyen dolgokat szeretek, és veszem elő a ruhákat a szekrényből, és teljesen más a kép. Zsuzsát egy korábbi videónkban már bemutattuk nektek. A kismama 12 hetes terhesen tudta meg, hogy mellrákja van. A baba anyukája szerint szerencsére jól bírja a kemoterápiás kezeléseket, Zsuzsa viszont közben elveszítette a haját és az egyik mellét. Ezekkel együtt pedig kicsit önmagát is. Nem kevés dolog történt veled, ami egy nőt elég erőteljesen a földhöz rákolt. Igen, este, amikor ugye már leveszem, amikor lefekvéshez készülünk, és már leveszem a kendőt, akkor azért úgy nehéz a tükörbe nézni. A környezetemben láttam a reakciókat, hogy az első a kétségbeesés, és valahogy azt érzem, hogy az feladatom, vagy az jött így elém, hogy segítsek ezt kicsit átformálni. Mi pedig arra gondoltunk, mi lenne, ha Zsuzsát is kicsit átformálnánk. Hello! Szia! Mi van a fejedben, hogy miért jöttünk el hozzád? Hát azért jöttetek, mert ugye én most éppen úton vagyok, mellrákkal küzdök, és a jól tudom, a Dóri megkendőket készít. 5 éve diagnosztizáltak áttétes mellrákkal. Úgy merít az erőt, hogy közben másoknak segítesz, hát például, illetve magadnak is, és másoknak is, sorstársaidnak. És ez a doboz, ez például, ez tele van. Tele van a Dóri álmaival. Megmutatod, hogy mik vannak benne? Wow. Ami kész. Természetesen nyilván mit vennék ki a rózsaszín. Neked is kihullott a haja, tehát hogy minden. És akkor egyébként ezt magadra kezdted el? Igen. Azt hiszem, hogy ezen a rózsaszínen kívül Jaj, de jó! Ezt például tökre el tudom képzelni hozzád, és meghúzod annyira, amennyire hogy megszorítsa a fejedet. Ezzel a verzióval még nem találkoztam, hogy... Ja, és akkor itt meghúzod, igen. És tök szép. Nyilvánvalóan, hogyha az embernek sok hiánya van, akkor ehhez tudja igazítani. Mert hogy neked például ugye úgy kell élned a mindennapjaidat, hogy a kendőhöz igazítod a ruhatáradat. Tehát, hogy fordítva megyünk. Kendők ide, kendők oda, megmutatod a karcsukodat? A rózsaszín kendőt egy pillanat alatt arrébb rakta, de kivesz egy kis pöttyös, virágos kis ruhát, ami leginkább kifejezi. Nézzük meg, hogyha mondjuk ezt a ruhát választod, hogy ebben vitsz el a férjeddel randizni, hogy akkor melyik kendőt válasszuk hozzá? Sötétkéket. Sötétkéket? Uh-huh. Például, ha mondjuk ebben a ruhával ezt felveszed, sokkal kedvesebb, de valóban ebben a kendővel sokkal elegánsabb ez az egész. Van egy ilyen... és egy ilyen lazább, és nagyon ilyen bútyos, és például ebben sokkal kevésbé, vagy akár egyáltalán nem látszik az, hogy hiányzik a mellem. Ez a felső, ez is teljesen tökéletes, mert ugye azáltal, hogy mondjuk itt van egy csík, így van egy csík, a csíkoknak az aránya, illetve ez a rózsa, ez teljes mértékben elveszi a figyelmet arról, hogy én azt pásztázzam, hogy neked a testeden mi van. Mondanám, hogy mit válasz, de... Jó, próbálom. Nézzél magad a tükörbe, annyira üde leszel, hanem egy rózsaszín nő vagy. Mondhatjuk, hogy nem vagy vattacukor, de vattacukor vagy. Merjél olyan dolgokat viselni, amit eddig nem mertél. Na jól van. Látod, Zói hozta be rózsaszín véletlenül, de... Én abban hiszek, hogy mindenki hangsúlyozza ki magán azt, ami szép, ami jól néz ki, és ne avval foglalkozzon, hogy eltakargassa azt, ami egyébként nem működik rajta. Ha valakinek mondjuk a vádlia, vagy a bokája, vagy a térde nagyon szép, vagy a combja, akkor azt hangsúlyozza ki. Például az is egy fontos dolog, hogy ha a mellünkről el akarjuk venni a figyelmet, hogyha mondjuk fülbevalót rakunk be. Tehát itt vannak ezek a gyönyörű fülbevalók, amit szintén anyukát csinált. De mondjuk például, hogyha valaki szemüveges, mint mondjuk te, akkor mondjuk egy markánsabb szemüveggel is inkább az arcára tudja felhívni a fókuszt. Most ugye rá kellett döbbennem, hogy ami eddig a fejemben volt magamról, hogy én milyen típusú dolgokat szeretek, az már nem egészen úgy van, és hogy ezt úgy értékeljem át, és gondoljam át. Sikerült? Én nagyon jól éreztem magam, remélem ők is. Na puszi, mi köszönjük! Gyere, drágám, menjünk! Sziasztok! Hogy tetszett a Linda meg, amiket hallottál, és amiket mondod, mit szólsz hozzá? Igenis tudom befolyásolni a közérzetemet. Persze nagyon nehéz, amikor az ember maga alatt van, hogy na jó, akkor felveszek egy virágos felsőt, hogy jobban érezzem magam. Szia! Megjöttek a farkaséhes gyerekek, úgyhogy Zsuzsa már szalad is, készíti az ebédet. Mi pedig magukra hagyjuk őket azzal a reménnyel, hogy segíteni tudtunk Zsuzsán, és talán vele együtt egy picit másokon is.